Nagy szeretettel üdvözöllek, én Pető Bence vagyok, ez pedig a Bestseller Sikerblog legújabb kiadása, és ebben a mai epizódban egy olyan témáról fog beszélni, ami azt gondolom, hogy nagyon sokak által félreértett, félremagyarázott, pedig egy nagyon-nagyon egyszerű téma, ez pedig az a úgynevezett arany tojás tojó tyúkod, vagy lehetne úgy is nevezni, hogy a saját pénzednyomdád, amit egyébként a vevőidet és az érdeklődőidet tartalmazó adatbázist foglalja magába. Mindannyian egy olyan vállalkozást működtetünk, aminek szüksége van vevőkre, szüksége van újravásárlóvevőkre, szüksége van törzsvásárlóvevőkre, és természetesen ameddig nem jut el valaki odáig, hogy a pénzét nálad költs el, addig bizony szükség van olyanokra is, akik csak érdeklődnek a te terméked vagy szolgáltatásod megoldásod iránt. Az adatbázisod, a vevőidet, illetve érdeklődőid tartalmazó listád, az egy kulcsfontosságú dolog. És nagyon kevesen helyezik erre a hangsúlyt, mindenki úgy gondolja, hogy ez majd magától értetődik valamilyen szinten, vagy nincs is rá szükség, mert az a lényeg, hogy itt és most csináljunk bevételt, azonban nagyon látványos a különbség azok között, akik az itt és mostban gondolkodnak, és rövid távon akarnak eredményeket elérni, illetve azok között, akik emellett a nyilvánvalóan fontos szempont mellett, hogy rövid távon tudjanak pénzt csinálni, tudjanak sikereket elérni, hosszú távra is gondolnak előre, és azokat, akik nem vásárolnak most, megtartják, ápolják, szeretgetik, gondozzák, értéket nyújtanak nekik, és lehetséges, hogy néhány hónap, vagy akár év múlva beírik a vetés, és tudnak aratni. Erre alkalmas ez a vevőidet és érdeklődőidet tartalmazó adatbázis, amiről három történetet szeretnék mesélni hozzá neked ezzel kapcsolatban. Az első az, mindannyian ismerik, hogy John Lennont, a Beatles együttes kiváló zenészét, az 1980-ban halt meg, de az a lényeg ezzel kapcsolatban, hogy neki volt egy elhíresült mondása, mely szerint hazamegyek, és írok magamnak egy medencét. Sokan ismerik ezt a mondást, talán sokan el is mosolyodnak, amikor hallják, de nem gondolnak bele abba, hogy mi ennek a mondani valója. Az pedig nem más, mint hogy John Lennon pontosan tudta azt, hogy azoknak, akiknek szolgáltat, értéket nyújt, mire van szüksége, mert találkoztak, mert tartották a kapcsolatot, visszajelzéseket kaptak tőlük, talán még egy adatbázisuk is volt az akkori idő, úgymond kritériumai szerint, és nem volt más feladata, mint hogy tényleg leüljön egy sarokba, és kitaláljon olyan dolgot, amire aztán nagyon-nagyon sok vevő lesz, és örülni fognak neki az emberek, a rajongók, a hallgatók, és megveszik majd a CD-t. Többszörös aranylemezeket tudtak ezáltal kiadni, mert hogy tisztában voltak ezekkel az igényekkel. Szóval leülök és írok magamnak egy medencét, az egésznek a mondani valója az, hogy mivel hogy van tudás, megvan a célközönségem ismerete a fejemben, és az adatbázis, ezért nincsen más feladatom, mint hogy őket kiszolgáljam, amiből pedig majd egy medencét tudok saját magamnak venni akár. A másik példa az 1993 és 2001 között amerikai elnök Bill Clintoné, aki már az egyetemista korában beszerzett egy kapcsos fizetet, és napi szinten egy-másfél órát kitartóan, fegyelmezetten foglalkozott, talán nem is gondolnád el róla, hogy milyen fegyelmezet volt, főleg az egyéb botrányoknak köszönhetően, amik aztán napvilágot láttak, de nagyon-nagyon fegyelmezetten, nagyon-nagyon céltudatosan írta
azokat a kontaktokat, akivel ő találkozott, feljegyzéseket készített, megjegyzéseket írt hozzá, és minden nap tényleg egy másfél órát azzal foglalkozott, hogy fölhívott embereket a listáról, összekötött egymással, és a végén ugye, ahogy ezt szokták mondani, az eredmény az a történelemnek a részévé vált, hiszen amerikai elnök lett belőle, gondolom nem egy vállalati vezérigazgató volt aztán a listán, aki például súlyos milliókkal tudta támogatni a kampányát. Amikor valamikor a 2000-es évek közepén digitalizálták ezt az adatbázist, akkor több mint 10 000 ember volt benne. 10 000 olyan név, cím, elérhetőség, akikre bizton számíthatott. Elképesztő dolog belegondolni, de ez is alátámasztja azt, hogy a listának igenis van jelentősége és van relevanciája. És a harmadik példát, amit szeretnék ehhez kapcsolódóan hozni, az pedig Jeff Walkernek a könyvében olvastam, aki egyszer egy szülői értekezleten jelent meg, és elkezdtek hozzá beszélni más anyukák, hogy kinek milyen nyugdíjterve van. Ő pedig nemes egyszerűséggel közölte, hogy neki semmilyen nyugdíjterve nincsen, mert hogy van egy több 10 000 fős listája, amiből akkor csinál pénzt, amikor csak akar. Nos, hogyha ezek a sztorik, ezek téged megihlettek, akkor látod, hogy kitartóan, tényleg ilyen lépésről lépésre, kockáról kockára építkezve, mi az az eredmény, amit el tudsz érni. Lehet, hogy világhírű gitáros leszel, világhírű zenész, lehet, hogy ismert politikus, vagy egyszerűen egy nagyszerű marketinges, vállalkozó, de hogyha ápolod ezeket a kapcsolatokat, tudatosan gyűjtöd a neveket, és foglalkozol is velük, akkor óriási lehetőség van benne. És persze ilyenkor lehetne azt mondani, hogy oké, nekem azért vannak kapcsolataim, Facebookon kontaktok, Facebookon különféle ilyen csoportokat indítottam, de talán már más közösségben is. Én azt javaslom számodra, hogy mérlegeld, hogy ezek a platformok, közösségi média platformok, ezek mennyire önállóak, mennyire kontrollálod őket. Azt látom, és itt a mai napon is például hallottam, hogy van egy olyan mém oldal, a Trollfoci nevű mém oldal, aminek több 100 000 felhasználója volt, egyik pillanatra a másikra Facebook törölte. És az, ami addig megvolt, az most már nincsen meg, és nem tudjuk, nem tudják, hogy milyennek az oka. Ellenben, hogyha van egy saját adatbázisod, bárhol is tartod nyert, tehát lehet egy Excelben, lehet valamilyen kapcsos füzetben te is, vagy akármilyen másik helyen, akkor az a tied, az biztos, hogy nem fogja elvenni tőled sem, senki és semmi. Nyilvánvaló, hogy hírlevél kiküldéshez, CRM rendszerhez és egyéb formában és egyéb célból tudod majd aztán használni, tudsz szintén megjegyzéseket tenni hozzá, szintén statisztikákat vezetni, hogy ki az, aki foglalkozik vele, ki az, aki pedig egyáltalán nem nyitott rá, de arra biztatlak, arra kérlek, hogy hozz egy döntést, és kezdj el listát építeni, mert a te vállalkozásodban is vannak érdeklődők, ezekből lesznek majd vevők, azokból újra vásárlóvevők, és lesznek olyanok, akik pedig olyan szinten közel maradnak, és privát ügyfeleid lesznek, hogy lekaparni sem fogod tudni, viszont ehhez szükséges az, hogy ne csak ők tudjanak téged elérni, hanem proaktívan te is tudjál velük kommunikálni akkor, amikor mondjuk van valamilyen megosztani valód, vagy van valamilyen ajánlatod a számukra. Szóval nagyon szépen köszönöm a figyelmedet, ez volt a mai sikerblog epizód, hamarosan folytatjuk egy újabb tanítással, legyen egy listád, kezdj el gyűjteni neveket, adatokat, információkat azokról az emberekről, akiknek megoldást és értéket tudsz az életébe vinni. Szuper hetet, szuper napot neked, hamarosan folytatjuk.